A hagyományokhoz híven ebben az évben is megtartotta a fecske avató ünnepségét a Györfi István Katolikus Általános Iskola. A hagyományőrző rendezvényen az iskola igazgatója Kovács Miklósné köszöntötte a tanulókat és a szüleiket. Az esemény elmaradhatatlan része volt ezúttal is, az első osztályosok eskütétele, a Kárpáti Jenő Fafaragó által készített, a szeretet, a barátság és a tudás kopja fája előtt. Az iskola hagyományait ápolom. Rendjét megtartom. Jól viselkedem. Csak az igazat mondom és cselekszem. Arra törekszem, hogy életem a jó Isten, és minden ember előtt kedves legyen. Kovács Miklósné, az intézmény vezetője elmondta, hogy ekkor válnak igazi győrfisekké az elsősök. Itt az iskolai közösségük, a szüleik a vendégek előtt a fogadalomtétel által. Különlegessége az eseménynek, hogy az iskola végzős tanulói külön köszöntik a legkisebbeket. Érdekessége a dolognak, hogy ilyenkor az osztálytermükből a nyolcadikosokkal kézen fogva vonulnak ki, és a nyolcadikosoktól fogják majd megkapni azt a kitűzőt, amelyet büszkén viselhetnek az egész év folyamán, amely jelzi, hogy ők a mi kis fecskéjeink. A fecskeavató után a néptáncos csoportunk mutatkozott be, a 4. A-osztályosok, a másodikosok verssel köszöntették a gyerekeket, aztán egy táncházra került sor, majd pedig színes repülőket reptettek a gyerekek, szimbolizálva ezzel, hogy elreptetjük a nyarat és köszöntjük az őszt. Majd játékos kavalkád, zenés, táncos játékos kavalkád következik itt az udvaron különböző helyszíneken, a termekben pedig kézműves foglalkozásokon vehetnek részt a gyerekek. Igazgatóasszony hozzátette, hogy idén is az elsős-másodikos munkaközösség vállalta azt a feladatot, hogy a fecske avatót megszervezi. Ilyenkor feldíszítik az iskola udvarát is egyfajta őszi dekorációval. A kukoricát, a tököt, a birsalmát pedig a szülők hozzák a saját háztáji gazdaságukból. Az ő segítségükkel, illetve a pedagógusok közreműködésével készül el ez a dekoráció minden évben. Az intézmény legifjabb tanulóit szüleik is elkísérték a fecskeavatóra. Nagyon köszönjük, hogy részt vehetünk szülőként is az elsősöknek a fogadásán a fecskeavatón. Egy igen színvonalas rendezvényen vehetünk részt, és szülőként igen örömteli és nagyon nagy büszkeséggel tölt el bennünket, hogy a Györfi István Általános Iskolának a részeseivé válhatott a gyermekünk. Külön öröm volt számunkra az, hogy a 8. osztályos tanulók kísérték le az elsősöket ide a kopjafához, ahol letették a fogadalmukat. Ez egy igazán kedves gesztus volt a részükről, és bízom benne azt, hogy a fiunk az egész 8 éven keresztül büszkén fogja hordani azt a kitűzőt, amit ezen a alkalmon megkapott. Egy másik szülő is hasonló véleményen van. Megkérdeztük tőle azt is, hogy miért ezt az iskolát választották. Nagyon tetszik az elv, ami mentén működtetik az iskolát, meg hogy az Isten felé fordítják a gyerekeket, és erre összpontosítanak, meg erre is nagy hangsúlyt fektetnek, és nagyon sok ovistársunk is idejött, és így úgy gondoltam, hogy a szociális kapcsolatok is nagyon jó hatással lesznek a kisfiamra. A rendezvény nagyon szép, és szerintem nagyon aranyos gesztus a kicsik felé is, illetve a nagyok felé is, hiszen ők el fognak búcsúzni ugye idén ebből az iskolából, és szerintem ez egy nagyon jó kötődés, meg egy kapcsolati pont így a kezdetben, és úgymond a végben. A fecske avató után további programok várták a gyerekeket, a pedagógusokat és a szülőket is. A délután második részében ugyanis szüreti mulatság vette kezdetét.